Az idei Bonyhádi Zomerfest még a kulturális műsorokat megelőzően jubileumi ünnepséggel kezdődött, hiszen Bonyhád is a németországi Bernau idén ünnepli testvértelepülési együttműködésének 35 éves évfordulóját. A résztvevők ezt követően egy hajót ábrázoló alkotást, úgynevezett Urnalschachtelt is avattak, amely a németek magyarországi betelepülése előtt állít emléket. Vasárnap aztán a kulturális műsoroké volt a főszerep, a Roger Schilling Fúvós zenekar bemutatója adta meg az alaphangot. Zomerfest rendezvényünket pár évente szoktuk megrendezni a Tarka Fesztivál után, idén hál' Istennek sor került rá. Igazából egy ilyen jelentősebb Zomerfestnek mondhatnám ezt, tekintettel arra, hogy a Bonyhád 300 című rendezvény sorozatnak igazából a fő programja ez most. Bonyhád 300 igazából a 300 éves betelepülésnek a szimbóluma, és ez emiatt készült ez a rendezvénysorozat. Tavasszal már előadásokat, kutatásokról szóló előadásokat, német esteket rendeztünk. Folytatódik ma a Zomerfest programmal, ami igazából német magyarországi német táncsoportok, illetve német táncsoportok fellépésével folytatódik. Az év további részében konferenciát, illetve hagyományos magyarországi német programokat fogunk még szervezni a Bonyhádi Német Önkormányzat szervezésében. 300 évvel ezelőtt a török kiüzetés után gyakorlatilag a Németországból felkért telepesek beköltöztek ugye Magyarországra, akik ezek az ulmi deregékkel jöttek Magyarországra, amiket gyakorlatilag itt szét is szedtek, és ezzel megalapozták a házaikat, istállóikat, és gyakorlatilag se lehetőség, sem szándék nem volt arra, hogy már visszamenjenek. Ők gyakorlatilag itt a völgységben is nagy mennyiségben települtek le, hozták a saját teheneiket, amiket kereszteltek a szürke marhával, így is lett ez a Magyar Tarka, ami miatt a Tarka Fesztiválunk is kialakult, rengeteg kapcsolódása van Bonyhádhoz. A műsor során fellépett a Vernauból érkezett csoport is. Egy szatmárit adtunk elő a mai napon. Minden alkalommal jól érezzük magunkat Bonyhádon, mikor ide látogatunk. Mindig szeretettel fogadnak minket. Nyolc éves korom óta táncolok, nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon szeretem az egyesületünket. A Bonyhádi Kranzlein Néptánc Együttes fiataljai is megmutatták tudásukat. Felmütz csoport, a Kranzleinnak az egyik tagja, a Zwergék, a Zwergemini, a Junior és az utánpótlás. Több mint 100 tagja van a Kranzlein Néptánc Együttesnek, és ugye hát különböző korosztály, ezért különböző csoportokba táncolnak. Én az icipicikért vagyok felelős, az elsősökért, ők a Kranzlein Zwerge mini csoport. És van még egy kicsi csoportunk, ők a Kranzlein Zwerge. A legkisebbek egy éve táncolnak együtt, ők első osztályba táncoltak most együtt, nagyobbak már 2 éve. Hát a még nagyobbak meg már ugye 10 éve táncolnak. A picikékkel hetente egyszer van próbánk, és próbáljuk a hagyományőrző táncokat megtanítani nekik, de persze modern táncokat is. Most hagyományőrző táncot adtunk elő, az Ich seh dich-et, a Sternpolkát, és az egy a cikói tánc koreográfiából egy picit, ami rájuk vonatkozik, a picik táncát. Én úgy gondolom, hogy ha nem visszük mi tovább a hagyományokat, akkor ilyen események, mint ami most is Bonyhádon van, azok sajnos elhalnak, elmúlanak. Kell a hagyományokat őrizni, ápolni, amit még a déd nagymamáink és a nagymamáink hagytak ránk, és mi most meg
örökül hagyjuk a picikéknek, amit ők szívesen is fogadnak, úgy látom. Pece István és harmonikás növendékei négy híres sváb darabot adtak elő. Schneewalzert, ami egy ikonikus keringője a svábságnak, az In der Grüser Wiese című polkát, amire a fiatalok szoktak táncolni, aztán egy újabb keringő következett, és a végén pedig egy bravúr polkát adtunk elő Szekeres Péter növendékemmel. Harmonikázni sokáig nem lehetett tanulni, mert politikai okok miatt, vagy zenepolitikai okok miatt kimaradt a magyar zeneoktatásból a harmonika, mint hangszer. Most hál' Istennek már vannak tanárok, vannak a zeneiskolákban szakok és a főiskolákon, egyetemeken is, úgyhogy jönnek sorba jobbnál jobb harmonika tanárok, és valószínűleg pár éven belül a harmonika elnyeri ugyanazt a rangot, ami egyébként megilletné. A csoportok produkcióira sokan voltak kíváncsiak. Ez egy jó kezdeményezés, sajnos az időjárás az befolyásolja, gondolom ez a nagy hőség, emiatt mi is nem az elejétől nézzük, hanem csak az ő érkezésükre értünk ide. Hát aranyosak, szépek, csinosak, jó a zene, jó a tánc, nagyon szép volt a harmonikás együttes. A Sommerfest idén is kiváló alkalom volt a hagyomány ápolásra és a német-magyar kapcsolatok erősítésére.